Köszöntöm Önöket, ez itt a Turmix, a Gyöngyösi TV multidéző magazinja. Mai adásunkban luccanapi hagyományokat elevenítünk fel, megmutatjuk, hogy kik táncoltak a 2004-es karácsonyi Vidrócki gálán, és együtt futunk a Mikulással is. Kovács István hosszú távfutó mellé csatlakozott több tucat fiatal 2004-ben a Mikulás futáson. A sportoló célja a mozgás népszerűsítése volt ezzel. A gyerekek finn és magyar zászlókkal a kezükben teljesítették a távot. A Mikulás futás részeként a tanulók finn, magyar és uniós zászlókkal a kezükben követték Kovács István hosszú távfutót, aki a Mikulás nagyköveteként vett részt a rendezvényen. A sportoló a mozgás jelentőségét szeretné minden gyerekkel megismertetni. Mindig onnan töröm a fejemet, hogy mi az, amivel a gyerekeknek még lehet többet tenni, és hát Európán át egy Mikulás naplóval, különféle programokkal gyerekeket meg tudtuk örvendeztetni, tehát 6 ország gyermekei csatlakoztak, a északi sarkkörig még eljutottam, és hát úgy gondolom, ez egy külön nagy örömet, lehetőséget jelentett, és ma pedig a gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hogy minél többet sportoljanak, mozogjanak. Az ünnep részeként a gyerekek verssel és énekkel köszöntötték a nagy szakárút. Az ajándékokat rendhagyó módon nem Mikulás hozta, hanem ő kapta, mivel azokkal a Fejér megyei állami gondozatokat lepik meg karácsonykor. A földszinten adventi készüldés zajlott, terített asztalokkal várva a gyertyagyújtást. Figyelembe vettük azt, hogy a Mikulás érkezik, és minden szobára figyeltük, hogy a kést és a villát, a kanalat melyik oldalra kell tenni. A szalvéta is ilyen karácsonyi jellegű, mint amint látjuk, és a terítő is. Nagyon fontos, hogy a legszebb hagyományok ápolása közben érződjön a szeretet, tette hozzá Babus Mátyásné programszervező. Ezért a gyerekek olyan ajándékokat hoztak, amelyeket szívből adnak a rászorulóknak. Ez adott ötletet arra, hogy most ne annyira az ajándékozásról, a mi gyerekeink ajándékozásáról szóljon ez a nap, hanem ők hogyan tudnak ajándékozni, és hogy ajándékot adni talán jobb, mint kapni. A Kálvária parti általános iskola decemberben a szülőknek tart előadást, majd a város karácsonyfájának díszítésében vesznek részt. A program zárásaként mindenkinek békés adventi készülődést kívánnak, remélve, hogy jövőre is ilyen sokan vesznek részt az ünnepségen. Luccanapi hagyományokat elevenítettek fel a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskolában. Az 5. illetve a 6. osztályosok tartottak műsort a többieknek. Az úgynevezett asszonyi ünnepek közül luccanapja a legjelentősebb hazánkban. Ezen a napon a lányoknak és asszonyoknak tilos volt dolgozni. Szintén ezen a napon kezdték el faragni a lucca székét, melynek 9 féle fából az ünnepre kellett elkészülnie. Úgy tartották, hogy aki a karácsonyi misén pontban éjfélkor rááll a saját maga által készített székre, az megláthatja a falu összes boszorkányát. Ezután a széket el kellett égetni. Lucca napjához azonban számos más hiedelem is kapcsolódik. A magyar néphitben lucca alakja kettős. Egyik a Szent Lucca, másik a lucca boszorkányszerű rontónő alak. Lucca napját az egész magyar nyelvterületen gonosz járó napnak tartották. Ekkor boszorkányok rontása ellen kellett védekezni. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. és 6. osztályos tanulói azt mutatták be társaiknak, hogyan jártak a fiúk házról házra lucázni, és hogyan osztogatták a jó kívánságokat. Ennek a gazdának annyi disznója legyen, egyik oldból kifusson, a másikba befusson, még a harmadikba is jusson. Az iskolában régóta hagyománya van annak, hogy a diákok felelevenítik a szokásokat. Ez hozzátartozik a magyar néphagyományhoz, és ugye, mint a magyar néptánc is ápolja a magyar néphagyományokat, így benne van a tanmenetünkben, és szeretnénk, hogyha ezáltal megismernék a gyerekek a régi népszokásokat, néphagyományokat, és hát a lucca az egy nagyon érdekes néphagyomány, és ezért tanítjuk meg. Lucca napján a nagyobb lányok gombócba főzték, vagy süteménybe sütötték a fiú neveket, és ezek segítségével jósolták meg jövendőbeliük nevét. A hagyományok megismerése része az ünnepi készülődésnek, így a karácsonyi hangulat már az iskolába is beköszöntött. Szeptember óta készültek. A 2004-es karácsonyi Vidrócki gálán az utánpótlás táncosok is bemutatkozhattak. Olyan volt ez nekik, mint egy nagy vizsga. Nézzük, hogy kik szerepeltek a színpadon. Több mint 10 éves hagyomány, hogy karácsony előtt gálaműsort adnak a Vidrócki táncosai. A közelgő ünnephez sok népszokás kötődik, de a rendezvény jó alkalom arra is, hogy a tagok nagy családja is találkozzon.
Az együttessel most léptek először színpadra a fiatalok, akik már régóta táncolnak az utánpótlás csoportban. Az együttesbe közel 20 fiatal táncos került most be, ők már egy jó pár éve táncolnak az együttes utánpótlás csoportjaiban. Egy picit nekik vizsga is volt, mert szeptembertől készültek ezekkel a koreográfiákkal, amiben táncoltak, és hát ez egy olyan mértékű vizsga, hogy aki most ebben nem tudott igazán bekerülni, az nem tud bekerülni az együttesben sem hosszú távon. Ez az év mozgalmas volt az együttes számára. Részt vettek a szokásos, két évente kötelező minősítőversenyen. Dolgoztak a folklóriáda megszervezésén és lebonyolításán, és tanulták az új koreográfiákat, melyeket a mostani gálán már bemutattak, együtt a régi táncokkal. A műsorban idén a megszokottnál több erdélyi és felvidéki táncot láthatott a közönség. December 2004-ben 50. alkalommal tűztek szalagot a végzősökre a Károly Róbert kereskedelmi szakközépiskolában. 5 osztály diákjai kaptak még egy utolsó nagy adag motivációt az érettségi előtt. Régi hagyomány a szalagtűzés. A végzős tanulók idén 50. alkalommal készültek az ünnepségre. Az 5 érettségiző osztály tagjai megtudhatták tanáraiktól, miben voltak kiválóak és miben kell még fejlődniük, hogy a nagy erőpróbát, az érettségit sikeresen tegyék le. Az esemény jelentőségét az iskola igazgatója az összegzés fontosságában látja. Megállunk egy pillanatra, végig gondoljuk mi is, tanulók és szülők is, hogy mit tettünk, mit tehettünk volna, és összefoglaljuk a következő időszak legfontosabb feladatait. Amik közül itt is elhangzott dolog, útravalót adunk a kis hátralévő időszakra a tanulóinknak. A kétszintű érettségi bevezetésével a diákoknak nem kell már felvételizniük az egyetemekre és a főiskolákra, a pontjaik alapján jutnak be a felsőoktatási intézményekbe. A tanulás mellett persze mást is adott az iskolában töltött 4 év, az összetartozás az egyik legfontosabb a fiatalok számára. Nekem egy jelkép lenne, mivel ez az elmúlt 4 év azért sok élményben volt gazdag. Azért mondhatjuk így is, hogy azért így az osztályokat ez a 4 év szerintem eléggé összekovácsolta. Szalagavató bácsak egyszer van az ember életében, a Károly Róbert iskola végzősei ennek megfelelően találták ki számaikat. A rendezvényen elhangzott, a szakmai felkészítés csak az egyik oldala a képzésnek. A létrejött barátságok és kapcsolatok később válnak majd fontossá a diákok számára. Világkiállítást megjárt, díjnyertes felvidéki haranglát díszítette a gyöngyösi főteret az adventi időszakban. Lássuk, hogy milyen fények uralták a helyszínt. A felvidéki eperjesi cég főként karácsonyi díszkivilágítással és harangjátékokkal foglalkozik. A főtéren kiállított haranglábbal az idén tavasszal részt vettek a frankfurti világkiállításon, amely nagy sikert aratott Csehországban és Franciaországban is. Erre az évre több megrendelésük van, és készülnek a lengyelországi bemutatóra. Milyen karácsonyi díszkivilágítással foglalkozunk többek között, és harangjátékokkal is. Ez a haranglab, ami itt található, ezzel voltunk idén tavasszal Frankfurtban világkiállításon, amivel nagy sikert értünk el. Több nagyobb szlovákiai városban bemutattuk ezt a haranglabat, úgy szintén Csehországban, Franciaországban nagy sikere van, most rendeltek belőle több darabot, és Lengyelországban is most készülünk bemutatóra. A cég már magyarországi megrendeléseknek is eleget tett. A tavalyi évben ők állították és díszítették fel az ország fáját a Kossuth téren. Ezen kívül Németországban 2 várost és Csehországban a Vencel teret. Tavaly a parlament előtt a Kossuth téren mi díszítettük az ország fáját, amit azt lehet mondani, hogy elég nagy sikerrel, mindenkinek nagyon tetszett. Németországban úgy szintén 2 város ezzel volt feldíszítve, és Csehországban a Vencel tér. Az idei évben még Miskolcon terveznek kiállítást. A visszajelzések döntenek arról, hogyan tervezzék a továbbiakat. Jövőre folytatjuk a múltidézést. Adásainkat addig is visszanézhetik a Gyöngyösi TV YouTube csatornáján. Kellemes ünnepeket!